Ezen az alagúton jönnek majd ki a játékosok az új Puskás Arénában a pályára. 67 ezeren lesznek a Magyarország-Uruguay nyitó mérkőzésen. Legutóbb ennél többen Magyarországon foci meccsen 1986-ban voltak a magyar-brazil mérkőzésen, akkor durván 70 ezeren. Az abszolút rekord pedig a régi Népstadionban 105 ezer szurkoló 1955-ben. Magyarország Ausztriával játszott és 6-1-re nyert a magyar csapat. Puskás Ferenc szerezte az utolsó, a 6. magyar gólt. Abban az időben más volt a labda, más volt a cipő, minden más volt, még a gyep is. Azt képzeljék el, hogy ez hibrid gyep, műanyag szálakkal van megerősítve a természetes fű, mert ettől jobban bírja a terhelést, és sokkal ellenállóbb. Ugyanilyen fű van a Barcelona, a Manchester United, illetve a Juventus stadionjában, nem akármilyen névsor.